A hazai megytermés felét Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében termelik. A termés mennyiség egy jó évjáratban 70-75 ezer tonna lenne, az elmúlt években azonban rendre ennél kisebb volt a hozam. Az idei termés olyan 50-57 ezer tonna között várható, ami valamivel kevesebb lesz, mint a tavalyi évben. Talán nem a tavaszi fagyok okoztak különösebb károkat idén a megytermésben, hanem a virágzás időszakában tapasztalható meleg, száraz időjárás, ami miatt nem volt jó a termékenyülés, majd a virágzást követően jött egy másfél hetes hűvös borult időszak, ami pedig a kötődésre hatott rosszul. Ráadásul az utóbbi egy vagy két hétben most már a március-áprilisi-májusi asszály után megérkeztek az első jelentős csapadékok, különösen az észak-keleti ország részben, de azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag Bács-Kiskun-Pest-Vár megyékben, Dunántúlon is most már talán túlzottan is sok a csapadék, és ez már meglátszik a megy minőségén, az érdi bőtermű, aminek a betakarítása zajlik, már megmutatja magát repedési károkkal. A megy ára jelenleg jóval magasabb, mint az elmúlt években. Ennek nagyban befolyásoló tényezője, hogy Lengyelországban nagyon jelentős fagykárok voltak, melynek következtében az ottani termés fele kiesik. A megy ára jelen pillanatban jóval magasabban van, mint tavaly vagy tavaly előtt. Tavaly nagyjából 180 és 200 forint között alakult a feldolgozóiparba beszállított első osztályú konzervipari, hűtőipari alapanyag felvásárlási ára. Tavaly előtt a 220 forint magasságában, tehát az elmúlt két év átlagárát a feldolgozóiparba beszállított első osztályú megy vonatkozásában egy olyan 200 forintban fogadhatjuk el. Most valahol a 260 és a 320 forint között járnak az árak. Cseresznyét 26 ezer hektáron termelünk Magyarországon. A cseresznye a legrosszabb termésbiztonságú gyümölcs, melyben nagy szerepe van a fagykároknak és annak, hogy a betakarítás előtt nem várt időjárási tényezők is befolyásolhatják a tényleges termés mennyiségét. Az idei termés cseresznyéből a szezon elején kifejezetten jónak ígérkezett az előző évek átlagához viszonyítva, ami megfelel egy nem kiváló, de egy erős közepes termésnek. Értve alatt azt, hogy egy jó évjáratban 15-18 ezer tonna cseresznyét is tudnánk születelni, 2020-21-ben alig haladta meg az 5 ezer tonnát a cseresznye termésünk. Tavaly 11-12 ezer tonna magasságában volt a cseresznye termésünk, idén egy 12-13 ezer tonnára vártuk a szezon előtt. Egy kilogramm cseresznye ára a május közepi szezon nyitányán 1000-1500 forint volt kilogrammonként, de a piac szervezetlensége okán a felvásárlási árak zuhanni kezdtek, mondta el a szakértő.